kertészetemnek a zöldség kategóriában, ha jár, akkor ezekkel a növényekkel találkozhat, uborkával, tökkel, paradicsomokkal, salátával, rukkolával, bazsalikommal, mángoldal, mindenféle paradicsom, itt van a kedvencem, a San Marzano, a stíviával, korianderrel, különböző petrezselymekkel, kaprovkkal, kakukkfüvekkel találkozhat. Szóval itt a kedvencem ez a San Marzano paradicsom. Van olyan videóm, ahol lehet látni, ahogy egy nagyon szerencsés év volt, október végén forgattam azt a videót, és azt lehetett látni, a San Marzano paradicsomok ilyen, tényleg ilyen 1-1,5 méter magasak voltak, érdemes rákeresni, és egy száraz nyárvége volt, száraz őszeleje, ez azt jelenti, hogy ilyenkor a paradicsomok azok nagyon sokáig talpon vagy lábon tudnak maradni, aztán amikor nagyon esős nyár van, akkor meg vagy már augusztusra ugye tönkre mennek, de azért többnyire a paradicsom az tényleg egy sikernövény, és hát a legfontosabb, hogy a kertészetemben ugye különböző méretekben palántákat árulok, hogyha megvesz egy ilyen San Marzano paradicsom palántát például, vagy bármilyen más zöldségpalántát, akkor balkonon, teraszon, kiskertben, előkertben, utcafronton, bárhol lehet termeszteni, és a legfontosabb, hogy vegyszermentes növényt kap, hiszen ugye ezt ön neveli, ön tudja, hogy mit ad hozzá, vagy mit nem ad hozzá, és gyakorlatilag ezeket a nagyon finom zöldségeket, ezeket saját maga is meg tudja termeszteni, ezt egyre többen, tehát látjuk a zöldség eladási adatainkból, zöldség palánta eladási adatainkból, egyre többen és többen szeretnek otthon termeszteni, pontosan azért, mert egyrészt környezetet is védjük, hiszen nem külföldről, meg vidékről, meg messziről, meg akár honnan kerül az asztalunkra a zöldség, de a legfontosabb az, hogy pontosan tudjuk, hogy mi van benne, vagy mi nincs benne, hiszen ha otthon a kiskertet rendbe tudjuk tartani, akkor általában vegyszermentesen meg tudjuk termeszteni saját magunknak a legfontosabb zöldségeket. Úgyhogy ha ön is így dönt, akkor a kertészetemben, akár online rendelés útján, akár a helyszínen ezekhez a zöldségpalántákhoz hozzá tud jutni, meg tudja vásárolni, és a legjobb a zöldségnövényben, hogy gyakorlatilag heteken belül már lehet élvezni a szüretet, lényegében ugye azon a nyáron le lehet aratni a termést. Gyümölcsfákra sokszor ugye éveket kell várni, a zöldséggel nem így vagyunk, elültetjük, és tényleg másfél-két hónap múlva már fogyaszthatjuk is a paradicsomokat.